Sziasztok, ez a Loki Blog legújabb rangadó adása. A 9. forduló után jelentkezünk, ahogy már megszokhattátok, a Power Ranking szorulatunkkal. Én Csibu vagyok, és itt van még velünk Juve fan is. Sziasztok! Hát itt a nagy sóhaj hagyta el szádat. Mi a véleményed az elmúlt 4 fordulóról így összességében, mielőtt belemélyedünk a csapatok várható helyezéseibe? Általánosságban véve is alacsony színvonal jellemzi a komplett NB1-et, az összes mérkőzést, és amellett ugye, hogy alacsony a színvonal, kevés a néző is, egyre kevesebb szinte mindenhol, kivéve ugye a Fradinál, de hát ott ugye most nagyon fut a szekér, ott most kijárnak az emberek, de úgy a többi csapat házatáján azt gondolom, hogy hozzánk hasonlóan nincsenek megelégedve sem a mutatott formával, sem a játékkal, a helyezésekkel, a nézőszámokkal, tehát olyan szürkeség jellemzi a komplett magyar bajnokságot. Sőt, hogyha egy kicsit ilyen pejoratívabb jelzőt szeretnénk használni, akkor én kicsit ilyen posványhoz hasonlítanám az egészet, amilyen volt akár 3-4 évvel ezelőtt is, de nem is tudom, lehet, hogy nem is volt ennyire mélyen ez az egész, tehát nagyon az érdektelenség kategóriába fulladnak ezek a találkozók, pedig összességében azt lehet mondani, hogy az MLS törekvéseivel nem is lenne akkora nagy baj, hiszen például talán pont a 8. forduló után volt egy olyan álomcsapat az akkori fordulóból összeállítva, ahol csak magyar focisták képezték a forduló álomcsapatát, és hát a fiatalok is egyre több lehetőséget kapnak, ami mindenképpen a pozitív jellemzők közé tartozik, viszont emellett egyre kevesebb a néző, egyre kisebb és egyre kevésbé érdekesebb a hangulat, és ez azért nagyon csúnyán rányomja szerintem is a bélyegét a dologra. A másik pedig, amit mindenképp megjegyeznék már most, hogy nagyon-nagyon nehéz egyébként jóslatokba is bocsátkozni, az szinte kizárt dolog, hogy ne a Ferencváros végezzen első helyen, és azt is nagyon nehezen tudnánk elképzelni, hogy mondjuk ne a Békés Csaba lenne a kieső, de a köztük lévő 10 csapat között akkora minimális különbségek vannak, hogy akár azt is el tudom képzelni, hogy mi magunk akár a második, akár a 11. helyen legyünk, vagy bármely más csapatról ugyanezt el tudnám képzelni. Ami egyébként jó dolog, hogyha azt nézzük, hogy izgalmasabbak így talán a fordulók, viszont nem annyira jó, hogyha azt nézzük, hogy a klubok életében is kicsit ez a kiszámíthatatlanság az azért rányomhatja a bélyegét a dologra. Igen, pont erre akartam egyébként én is kitérni, hogy az első és az utolsó helyet szerintem már a bajnokság elején ki lehetett osztani nyugodtan, és ez így 9 forduló után meg is erősítette ezen gondolatainkat, viszont ahogy említetted is, hogy a második és a 11. hely között, hogy éppen ki hol van, ez fordulóról fordulóra változik, és ugye a jelenleg kieső helyen álló Vasast, a harmadik helyezett MTK-tól mindössze 5 pont választja el, tehát gyakorlatilag 2 forduló alatt a kieső helyről a dobogóra lehetne fellépni matematikailag, igen, azért igen. Ez egy kicsit abszurd szerintem, de ez is nagyon jól jellemzi, hogy mennyire nagy szakadékok vannak jelenleg itt a csapatok között, legalábbis így 3 ilyen szakadékot lehet elkülöníteni, ugye van a Fradi, amelyik most kiemelkedik, illetve van a Békés Csaba, amelyik nagyon kilóg ebből a mezőnyből, de az összes többi csapat között nincsenek akkora nagy különbségek momentán, sem játékerőben, sem bármilyen más tekintetben, ami miatt egy-egy ilyen csoport úgy el tudna lépni a többitől, és így viszont tényleg hétről hétre folyamatosan változik a tabellának a pozíciója a csapatoknak a tabellán. Hát nem tudom, hogy most ez jó-e vagy rossz, én szerintem kicsit olyan furcsa ez. Igen, furcsa. Talán semleges szurkolóként azt mondhatjuk, hogy izgalmasabb lesz, de egy-egy csapatért konkrétan szorító szurkolóként nem hiszem, hogy ennek azért annyira mindenki örülne, hiszen így nagyobb reményeket is fűzhetünk a saját csapatunkhoz, aztán nagy lehet a bukás, és az bizonyos szomorúsággal is eltelíthet minket, viszont emellett lehet, hogy sokan azt várják a saját csapatuktól, hogy gyengébb helyezése lesz, de közben tartja a jobb pozícióját, tehát ez ide-oda visszacsaphat. Egyébként nagyon jól jellemzi ezt a fajta kiszámíthatatlanságot az is, hogy az előző héten elindított tippjátékunkban 52 tipsort
tudtunk begyűjteni. Köszönjük mindenkinek, aki tippelt, a kiemelt kommentelőinknek is és a többieknek is. Nem gondoltuk, hogy ennyien részt vesznek majd ebben a kis rögtönzött játékban. Reméljük, hogy mindenki tart majd évvégéig, és akár még szaporodik is ez a tippszám. Szóval 52 tippsorból csupán egyetlen egy tippelőnk találta el a teljes hibátlan eredménysort, ő pedig nem más egyébként, mint Kőszikla, ezúttal is gratulálunk neki. A részletesebb eredményekről természetesen majd a hétközbeni második ilyen jellegű cikkünkben majd beszámolunk. Viszont 52 tipsorból 6 mérkőzés végkimenetelének az eltalálása szerintem nem sok, és emellett az átlagos eltalálás 3,3 volt, ami azt jelenti, hogy általában mindenki eltalált legalább 3 mérkőzést, aki már 4-et eltalált a 6-ból, tehát most csak végkimenetelről beszélünk, nem pontos végeredményről, aki már legalább 4-et eltalált, az már átlag fölötti teljesítménnyel büszkélkedhetett, és azért ez is kicsit rámutat arra, hogy ez a kiszámíthatóság, kiszámíthatatlanság, ez erőteljesen jelen van. No de nézzük is akkor a Power Rankings-unket, ahogy már megszoktátok, 4x3 csapatba soroltuk az összes adminisztrátornak a szavazatai alapján azt, hogy melyik csapatot hanyadik helyre várjuk, és a 12. helyre a kieső jelölt csapatok közé nem véletlenül a Békés Csabát jelöltük meg, mindenki ide várja a Békés Csabát közülünk. Hát ezzel nagy meglepetés szerintem nem szolgáltatunk. Ez a Békés Csaba. Nagyon sokszor elmondtuk már, hogy a keretét tekintve nagyon kilóg az NB1-ből, és nem jó értelemben. Nem érezni azt az erősséget, azt a minőséget a keretükben, hogy mi által tudnának ők bennmaradni az NB1-be. Ugye eddig 9 mérkőzés alatt szereztek 4 pontot. Felcsúton egy bravúros győzelmet arattak, az tényleg szép volt, illetve most a múlt héten a Diósgyőr ellen tartottak otthon 1 pontot. De hát ezen kívül ugye 7 vereség is azért, hát voltak közte olyan meccsek, amik bőven nyerhetőek lettek volna, illetve egy ilyen csapatnak, amelyik bent szeretne maradni, kötelező lett volna hoznia, különösképpen hazai pályán, úgyhogy azt gondolom, hogy még egy ilyen 5-6 fordulót adok a Békés Csabának, de hogyha nem tudnak pontokat gyűjteni, akkor már most akár a télen kijelenthető, hogy véglegesen kiesőnek tekinthető a Lila együttes. Velük kapcsolatban ugye 4 fordulónként van ez a kis adásunk, az 5. fordulót követően úgy váltunk el egymástól, hogy azt mondtuk, hogy az következő 4 találkozóból 3 hazai pályán van a Békés Csaba számára, egymás után a Honvéd, a Haladás és a Diósgyőrt fogadták, és hát a Honvéd 4-1-re, a Haladás 1-0-ra verte őket, a Diósgyőr a hármójuk közül talán a legrosszabb pozícióban lévő csapat, pedig 1-1-et játszott, és hát azt senki nem várta, hogy a Grupama arénában győzedelmeskedik a Békés Csaba. Ennek ellenére az, hogy csak 1-0-ra kaptak ki, az szerintem még lehet jó eredmény is. Viszont a következő 4 találkozójuk nem kecsegtett ismételten sok sikerrel, tehát én annyit sem adok neki, amennyit te adtál, Juvefan. Fogadják a Videótont, aztán az MTK-t, utaznak majd hozzánk, és végül a Paksot fogadják. Nem egy egyszerű sorsolás, ez sem. Talán, igen, hogyha egy döntetlent hiába összehoznak a 4-ből, akkor örülhetnek. Igen, is hiába, hogy a 4-ből megint 3 hazai, de hát ugye kiket fogadnak, hát a Videóton most kezdett el megindulni fölfelé, az MTK folyamatosan ott van a második, harmadik helyen, ugye utána jönnek Debrecenbe, illetve a szintén jó formában lévő Paksot fogadják. Hát azt gondolom, hogy ha ebből is egy ilyen 1 pontot ki tudnak hozni, mint az előző 4 meccsből, akkor körülbelül reális eredménysort produkálnak, ennél többet nem várok. És az a plusz 1 pont is édes kevés nekik. 6 lőtt góljukkal ebből a szempontból is a legutolsók a táblázatban, és hát a 19 kapott góljukban szintúgy a legutolsók a táblázatban, tehát a Békés Csaba egyértelműen kieső jelölt jelen pillanatban. A 11-re nem meglepetés, a jelenleg is 11. helyen álló Vasast vártuk, bár volt egy-kettő olyan tippelő, aki már el tudná képzelni azt, hogy nem a Vasas lesz végül a másik kieső, és erre szerintem teljes joguk van, és van némi igazság abban, amit gondolnak, ugyanis 3 győzelem mellett
idézőben csak 6 vereséggel állnak, 9 pontjuk van, és ahogy el is mondtad, akár egy győzelemmel már is a középmezőnyben találják magukat. Mi lehet szerinted a kulcsa annak, hogy ők végül benn maradjanak? Hát szerintem nem fognak benn maradni, úgyhogy ez így momentán És nehéz kérdés mi lehet egyébként. a számukra a remény? Tehát most te például ott voltál a Vasas DVSC találkozón, láttál-e pozitív reményeket, amikben mondjuk a Vasas hívek bízhatnak? Amiben bízhat a Vasas, azt, amit több szurkolójuk is hangoztatott, illetve a vezetőedzőjük is, hogy rendre szoros vereségeket szenvednek. Tehát, hogyha megnézzük az utolsó 4 meccsüket, 3 darab 1-0-ás vereség és egy 1-0-ás győzelem az eredménysoruk, de úgy igazán senki nem tudta őket elverni, hiszen 2 gólnál nagyobb különbségű vereséget senkitől nem Pontosan, szerezték. 9 forduló alatt 3-szor szenvedtek 2 gólos vereséget, és ennél nagyobb arányban senki nem győzött ellenük, És ami 2 szerintem gólnál többet óriási is, csak nagy az gól. Újpest rúgott nekik, tehát még a Igen. kapott gólszámban sincsenek rosszul. Abszolút. Viszont ami ennek az ellenkezője, az a rugott gólok száma, ebben viszont nagyon rosszul állnak, és most én látva ezt a Vasast, mert ugye nem árulok el nagy titkot, hogy először láttam őket a szezon során, eddig még egyik meccsüket se láttam, hát látva az ő játékukat, azt kell mondjam, hogy van egy jó, stabil kis védelmük, a középpályájuk is egész jól be tud segíteni, jó szűrőjátékosaik vannak, viszont elő hiába vannak ott jó nevek, hiába van ott egy Remili, egy Könyves Norbert, egy Novák Csanár, nincs egy olyan irányító játékosuk, aki fazont szabna a játékuknak, aki labdákkal tömni ezt a hármast elő, vagy ha egy más támadó játszik, akkor éppen azt, és emiatt nagyon kevés helyzetet tudnak kialakítani, amit pedig kialakítanak, azt pedig nem tudják értékesíteni, ebből adódóan pedig nem tudnak gólt szerezni, már pedig, hogyha nem tudnak gólt szerezni, akkor ugye legjobb esetben is csak egy 0-0-as döntetlen tudnak kiharcolni, és ez az, ami az utóbbi meccseken nem sikerült nekik, hiszen egy-egy gólt mindig kaptak valahogy, és mivel gólt nem tudtak lőni, így hát maradt az 1-0-ás vereség. Tehát itt a legfontosabb tényező az lenne a Vasasnál, hogy legyen egy olyan játékosuk a középpályán, aki jól tud osztogatni, aki ki tudja szolgálni az egyébként nem rossz támadókat, és hát javítani kell a helyzet kihasználásukon is. Pontosan. És a következő mérkőzéseiket először a Haladás otthonában játsszák, aztán fogadják a Paksot, a Diósgyőrt, és végül elutaznak Újpestre. Szerintem egy bravúros győzelem mondjuk a Diósgyőr ellen vagy a Paks ellen benne lehet a pakliban, de egyébként én a többinél vereséget várok tőlük. Esetleg, hogyha tényleg nagyon jó mérkőzéseket játszanak, akkor mondjuk egy győzelem meg egy döntetlen. Én is így gondolom, hogy 2, 3 vagy 4 pont körül fognak szerezni. A két idegenbeli meccsükben szerintem pont nélkül maradnak, ott azt a két hazait kéne lehetőleg minél több ponttal abszolválniuk. Így van. Na de menjünk tovább a kieső jelöltek csapatain, és hát eljutottunk a tizedikhez, aki viszont nem az a Videóton, aki jelenleg a tizedik helyen áll, hanem az a Puskás Akadémia FC, magyarul Felcsút, aki egyel előttük a 9. helyen áll jelenleg, 2 győzelemmel, 4 döntetlen és 3 vereséggel, 9 lőtt és 10 kapott góllal, 10 ponttal. Hát érdekes ez a Felcsút szerepköre, és nagyon úgy néz ki, hogy idén se fognak kiesni, bár azért már lefelé lóg az a bizonyos láb. Nem érzem, hogy bajba kerülhetnének, mert van elég erős keretük ahhoz, hogy ki tudják vívni a bennmaradást, viszont ettől függetlenül is meglepő számomra, hogy azért viszonylag gyengén szerepelnek, hiszen azért egész jól kezdtek, Debrecenben is jól játszottak és szereztek egy pontot, de amit talán itt a nagy hátránya a Felcsútnak jelenleg, hogy a két nagy gólvágó ászuk, ugye Lencse és Tisler idén még nem tudott betalálni a ellenfelek kapujába, pedig az előző két szezonban mind a ketten 14-15 gól körül termeltek, igaz nem úgy, hogy mind a kettő egyszer, hanem egyik évben egyik, másik évben a másikuk. És ha nem lenne Pekár László, aki ugye már 6 gólnál tart, pedig nem támadót játszik, hanem szélsőt, bocsánat, nem 6 gólnál, 5 gólnál, akkor ugye még nagyobb bajban lennének, úgyhogy Perpil ő húzza a szekerüket, már amennyire húzza, de hát az ő formája sem lehet
végtelenül jó, bármikor jöhet neki is egy hullámvölgy, akkor viszont bajba kerülhetnek, hogyha az említett két csatárpáros nem kezdi el a gólok termelését. Egyébként érdekes az ő helyzetük az elmúlt négy találkozót megvizsgálva, ugyanis otthon csak 1-0-ra tudták legyőzni a Vasast, aztán a Honvéd otthonában egy 0-0-ás döntetlennel jöttek el, majd fogadták a haladást, ahol szerintem az 1-1 az kimondottan jó eredmény volt számukra, és Nem végül... feltétlenül, hiszen az majdnem egy félidőt emberelőnyben játszottak. Azért ilyen szempontból inkább szerintem ott győzniük kellett volna. Igen, a mérkőzés folyamát tekintve igazad van, de előzetes várakozások alapján szerintem az az 1-1 az számukra nem volt azért rossz. Viszont ilyen szempontból egy negatív végeredménynek is tekinthetjük. Ugyanúgy, ahogy tekinthetjük nagyon nagy negatívumnak azt, hogy a Diósgyőr ellen hiába álltak fel 2-0-ról, végül egy utolsó perces góllal kikaptak Miskolcon, úgyhogy végül is egy győzelemmel és két döntetlennel, valamint egy vereséggel tudták le ezt a négy találkozót, ami összességében azért annyira nem rossz, de az, hogy a haladást megverhették volna, és az, hogy a Diósgyőr ellen felálltak, az azért 4 plusz pont, sőt 5 plusz pont a jelenlegihez képest. Igen, De és hogy 4 plusz például pont, igen. most például Miskolcon ugye kiegyenlítettek a hajrában két gól hátrányból, két gólos hátrányból, még a lélektani előny is mellettük volt, és látva a mérkőzés összefoglalóját, még a lehetőségük is megvolt arra, hogy megnyerjék azt a meccset, hiszen a döntetlen után még egy nagy zicsert elhibáztak, aztán jött a slusszpoén, és a Diósgyőr nyerte meg végül a mérkőzést, viszont most elnézve, hogy milyen négy mérkőzést Nagyon vállalunk, brutális. Tehát ez valami, szerintem a jelenlegi 9. forduló után a legrosszabb sorsolása a Puskás Futball Klub Kft-nek van. igen, hát hiába játszanak háromszor otthon, és csak a Vidihez utaznak, ugye fogadják a Fradit, közben utána mennek ugye a Fehérvárhoz, majd pedig az MTK-t és minket fogadnak. Tehát mondhatjuk úgy, hogy talán az a négy csapat, amelyiket az első négy helyre vár, ugye a közvélemény, meg úgy játékerő alapján a négy legerősebb csapat ellen játszanak. Nagyon kemény lesz nekik, hány pontot vársz? Hát, azt gondolom, hogy ilyen egy-két pontra van szanszuk reálisan, annál többre nem nagyon. Mit gondolsz, bár tudom, messze van az a legtávolabbi 13. fordulós, egy hónap múlva, október 24-én esedékes majd a DVS elleni találkozó. Érdekes módon egyébként itt 15 óra 30-ra van ez téve, nem tudom ennek az okát. Egyszerű az oka, ahogy néztem a közvetítéseket, most így októberre átfordulva, novemberhez közeledvén már nem a 18 és 20-30-as meccs időpontok lesznek, hanem egy meccs lesz 15-től, a többi pedig 17-től. És akkor lehet rá számítani, hogy ezt közvetíti a tévé, hogyha már így kiemelik? Így van, tehát ez a meccs, ez tévés lesz, ez a Puskás Akadémia DVSC meccs. Előtte viszont három meccsünk nem lesz tévés. Igen, de erről a Facebookon folyamatosan beszámolunk, amiről csak lehet, arról majd fogunk rádiós közvetítésben is beszámolni. Tehát nagyon nehéz lesz a sorsolása a Puskás Akadémiának, és közben azt sem szabad egyébként elfelejteni, hogy a mi általunk megjelölt mostani három kieső jelölt csapatok között az elmúlt rangadó adáshoz képest, tehát az elmúlt négy fordulóhoz képest nem történt változás semmi, tehát ugyanezt jósoltuk négy körrel ezelőtt is végeredménynek, Békés Csaba, Vasas és Puskás Akadémia 12., 11. és 10. helyen. Változott viszont az alsóházi csapatoknál a besorolás, igaz, a három csapat ugyanaz maradta ki. Egy hónappal ezelőtt is volt, viszont a sorrendjük jelentős átalakuláson ment át. A 9. lett az akkor még 7. helyre rangsorolt Honvéd. Az a Honvéd, amely egyébként jelenleg az 5. helyen áll, 3 győzelemmel és 4 döntetlennel, csupán kétszer szenvedtek vereséget, 12 góllal és 10 kapott góllal tudták le az eddigi találkozóikat. Próbáld már egy picit árnyalni ezt, kérlek, Jövefan, hogyha jelenleg 5. a Honvéd, miért gondoljuk azt, hogy ennyire mélyre fognak süllyedni? Vagy a mostani helyezésük annyira kimagasló? Hát mondhatjuk így, igen, de amilyen jól kezdték ugye a szezont, folyamatosan egyre gyengébb eredményeket produkálnak. Most, hogyha megnézzük az utolsó három meccsüket, ugye nem sikerült gólt szerezniük.
viszont kétszer ugye nem is kaptak, így két darab 0-0 mellett egy hazai 1-0-ás Vasas elleni vereség csúnyítja itt az összképet. Tehát nem volt ez olyan nehéz sorsolás ez az elmúlt négy meccs, ugye Békés Csabán a papírformának megfelelően nyerni is tudtak, viszont hogy utána három olyan csapat ellen játszottak, még talán a Haladás, azt mondom, hogy az a 0-0 bele is fér, meg az jó eredmény, bár ugye ott is 11-es rontottak a mérkőzésen, mint ahogy a Vasas ellen is, de az a másik két meccs, az a Vasas és az a felcsút elleni meccs, az bizony komoly hullajtott pontok, azok még hiányozhatnak. Sőt, én azt mondom, hogy a Vasas elleni vereség az még a baki kategóriájába is simán belefér. Igen, és többek között azért is várjuk ennyire hátulra őket, mert ugye látva a jelenlegi formájukat és a sorsolásukat, ami most jön, amit ugye minden csapatnál elmondtunk most itt szinte, ugye a következő négy fordulóban háromszor idegenben játszanak, és az a három idegenbeli meccs az a Fradi, Videóton MTK, majd utána még mi jövünk, tehát négyszer egymás után az imént említett négy nagyon erős csapat ellen, és egyszer ugye a Honvéd ellen, vagy a Diósgyőr ellen játszanak otthon. Úgyhogy most ez a 4-5 forduló, ez most megint nem kecsegtett túl jóval a Kispestnek. Majdnem azt mondod az előbb, hogy a Honvéd ellen fognak játszani, de Igen. azért emelem ezt ki, mert a jelenlegi Honvéd az egyértelműen kikapna a bajnokság elején játszó Honvédtól, mondjuk attól a Honvédtól, aki ellen mi is majdnem kikaptunk? Szerintem igen. Az a Honvéd az nagyon jól játszott a bajnokság elején, akkor nagyon ment nekik a szekér. Nagyon összeért ez a csapat, amit a nyár folyamán Marco Rossi összeépített, és szinte minden poszton, mindenhol volt egy kimagasló játékos legalább, ugye Kemenes jól védett, a védelemben a fiatal Bobál nagyon jól játszott, a középpályán Kamber rugdosta a gólokat, elől pedig Jula szintén a gól szerzésért volt felelős, és szépen szállította a gólokat. Most viszont mindegyik említett játékos kicsit visszábesett, ugye Jula sorozatban hagyta ki a büntetőket, Kemenes időközben megsérült, úgyhogy van gond a Honvédnál bőven. Abszolút, viszont nekem egyébként van erre egy elméletem is. Nem feltétlen érzem én a Honvédot annyival erősebbnek, bár tény, hogy az évelei jobban szerepeltek, de hogyha megnézzük azt, hogy az első találkozójukat július közepén a Fehérvár ellen, a másodikat 25-én az MTK-n és a harmadikat augusztus 2-án ellenünk vívták, ezeken ugye két győzelem és egy döntetlent sikerült összehozniuk. Pont azok a csapatok jöttek ellenfélnek, akik egyébként a nemzetközi kupában valamilyen szempontból résztvevők voltak, még akkor is, hogyha nem úgy sikerült nekik az az adott időszak, ahogy szerették volna, de szerintem ez is közre játszott abban, hogy a Honvéd képes volt arra, hogy ezt a 7 pontot akkor összehozza, nem gondolod? Elképzelhetőnek tartom, főleg ugye a mi esetünkben, illetve a Vidi esetében, bár ugye a Videótonnak szerintem tök mindegy volt ott a bajnokság elején, csak az nem verte meg őket, aki nem akarta. Ott annyira gyenge volt az a francia edző által irányított Vidi, illetve hát mi meg ugye tartalékoltunk, meg akkor mi sem voltunk top formában. Az MTK az már más kérdés, ugye ők már a bajnokság elején, mikor már elkezdődött, már nem voltak érdekeltek az Európa Ligában. De benne van ez, amit mondasz, hogy lehet, hogyha később találkoznak ezekkel a csapatokkal, akkor nem 5 vagy mennyi 7 pont lett volna ebből, hanem mondjuk csak 4 vagy 3. Na de hogy mennyi pontja lesz a Honvédnak, majd kiderül a következő 4 forduló után, az viszont biztos, hogy a Paks egy helyen előrébb végzett nálunk az alsóházi csapatok közül, és jelenleg a 8. helyet foglalja el virtuális ranglistánkon. Az a Paks, amely szintén jelenleg egyébként a 6. helyen van, nagyon-nagyon hasonló eredmény sorral, mint a Honvéd, ők 3 győzelem, 3 döntetlen és 3 vereséggel jelenleg 12 ponttal a 6. Hát ez a Paks az egész NBA egy legközépszerűbb, legkiszámíthatatlanabb csapata. Nem tudhatod, hogy az egyik héten egy erősebb csapat elleni bravúros pontszerzés után éppen a következő héten egy gyengébb csapat ellen szenvednek vereséget. Ilyen szempontból tényleg megtippeltetlen, hogy mondjuk 4 forduló múlva, hogy hol fognak állni. És ilyen szempontból a jövő héten esedékes, illetve hétvégén esedékes Paks Debrecen meccstől sem tudjuk, hogy igazán mire számítsunk.
Ami ebben az érdekes, ahogy mondod is, hogy a Diósgyőrrel szemben otthon csak egy-egyre voltak képesek, és ne feledjük, hogy ez a Diósgyőr augusztus 20-a környékén is nagyon-nagyon mély vágányban volt. Aztán a Fradi otthonában 2-0-ás vereséget szenvedtek, ez papírforma, viszont utána nagy meglepetésre a felfeltámadó Fehérvárt 2-0-ra megverték, majd a nálunk nagyon gyenge játékot mutató MTK-t hazai pályán nem tudták megverni, 0-0-át játszottak ellenük, tehát nagyon hullámzó a teljesítmény, bár ennek ellenére én azt mondom, hogy ezen a 4 mérkőzésen a szerzett 5 pontjuk, az talán már erőn felülnek is mondható. Hát szerintem ez így pontosan az, amire számítani lehetett. Még talán azt mondom, a Diósgyőrön ott tényleg győzniük kellett volna, meg a játékképe alapján azon a meccsen egyértelműen jobbak voltak. A Videóton legyőzése valóban bravúros, de amit mondtam is, az előbb, hogy utána megint jött egy gyengébb meccs az MTK ellen, egy sérülésektől, eltiltásoktól tizedelt MTK ellen, tehát abszolút hullámzó a teljesítményük, ezért is mondom, hogy most megint nem tudni, hogy ellenünk mire számítsunk, most lehet, hogy megint megtátosodnak, de az is lehet, hogy folytatják a gyenge szereplést. Tehát megtippeltetlen. Olyan szempontból is érdemes megvizsgálni a Paksi csapat teljesítményét, hogy az elmúlt 9 találkozójukon 5 mérkőzésen nem szereztek gólt, ezek alapján pedig reménykedhetünk abban, hogy majd az ellenünk lejátszott mérkőzésen sem fogják bevenni Radosevic kapuját. És hát utána még jön nekik idegenben egy Vasas elleni találkozó, ami talán a nyerhető kategória, aztán az Újpestet fogadják, ami kevésbé, de aztán megelutaznak Békés Csabára, ami szintén, úgyhogy én most nekik 6 pontot jósolok, amivel szerintem sokkal jobban járnak, mint más csapat a 2-3 sorozatos döntetlennyével. Hát igen, 6 pont az úgy reális, de szerintem ez a 6 is inkább úgy jöhet össze, hogy mondjuk egy győzelem, 3 döntetlen. Itt most a következő 3 meccsükön én abszolút nem tudom megtippelni, hogy akármelyik oldalra is el tudna dőlni. Mindegyik egy ilyen X-es meccsnek néz ki, még talán azt mondom, a Békés Csabát meg tudják verni, de a másik 3 meccs ez tényleg megtippelhetetlen. És megtippelhetetlen vajon a 7. helyen lévő Diósgyőrnek a szezonja is, mert ez tényleg hihetetlenül hullámzó teljesítményt nyújt ez a Diósgyőri gárda. Ők 8. helyen voltak 4 fordulóval ezelőtt, ami általunk összeállított ranglistán, most a 7. Lesz ennél előrébb a Diósgyőr, vagy ez az alsóház, ez tökéletes nekik? Hát az biztos, hogy nem tökéletes, de hogy ennél lesznek előrébb, az azon múlik, hogy mikor tudják összeszedni végre magukat. Adhat nekik most ez a győzelem egyfajta olyan lelki töbletet, ami ezt elősegítheti? Nem tudom, hát most ezt gondolhattuk volna 2 hete is, mikor ugye az Újpestet a hosszabbításban verték meg úgy, hogy ugye mind a 2 góljukat a 90. perc után szerezték, és így 0-1-ről győztek. Ehhez képest egy hétre rá Békés Csabán csak 1-1-es döntetlent játszottak, és most a Puskás Akadémián is kis hián elszórakozták a győzelmet. Mentálisan nagyon gyenge ez a Diósgyőr, az látszik a mérkőzéseiken. Ugye nem Viszont azzal, hogy az utolsó percében képesek gólt lőni, lehet, hogy mégsem mentálisan gyengék, vagy hát, hogyha már vezetnek, vagy olyan helyzetben van a játék, akkor van ez a fajta hullámvölgy, viszont a végére olyan szépen visszajönnek, mondom, ez a Újpest ellen és a Puskás Akadémia ellen is látszódott. Tehát szerintem itt nem csak mentális probléma van. De látunk ugye ellenpéldát is, hiszen a Videóton ellen pont úgy kaptak ki, hogy az Újpest ellen nyertek. Ráadásul jó, hát az inkább egyéni hiba volt, utána meg az egyéni hiba miatt összezuhantak. Az sokkal inkább Koman Vladimir egyéni érdeme volt, mint a csapaté úgy összességében, és azóta ugye Koman sérülés miatt nem is nagyon játszik. Most ezen a hétvégén játszott, de megint megsérült, és le kellett korán cserélni. De még azt akartam mondani, hogy ettől függetlenül most is ugye az utolsó percekben nyertek, de azért előtte a 2 gólos előnyt leadták a szintén így a hajrában, tehát amennyire mondjuk gólokat tudnak szerezni, ugyanúgy kapnak is bőséggel a hosszabbítás környékén, tehát hát meg alapból is nagyon sokat kapnak, hát igen. A Békés Csaba kapott eddig 19 gólt, a Diósgyőr pedig 18-at, ami a második legtöbb. A harmadik legtöbb az 11 góllal több csapat is egyszerre, tehát ez rengeteg. Igen, és kiszámoljuk, ez ugye mérkőzésenkénti 2-es kapott gól átlag, tehát olyan, mintha minden meccset 2 gólos hátrányból kezdenének. Így ezért nehéz.
Igen, és hát a következő találkozóik egyébként, nem tudom te hogy értékeled, de szerintem hasonló kategóriákat fognak képviselni, nehéz megjósolni, de akár össze is jöhet nekik a több győzelem egymás után, meg akár az is, hogy kicsit visszább zuhannak. A Honvédhoz látogatnak idegenben, aztán a Haladást fogadják otthon, ismét egy idegenbeli mérkőzés a Vasas ellen, majd pedig egy Fradi elleni rangadó. Nehéz jósolgatni. Hát most itt tényleg egy ponttól 6 pontig szinte bármi összejöhet. Az ellenfeleik is mind olyanok, hogy egyik héten jól játszanak, aztán másik héten meg kikapnak egy gyengébb csapat ellen, úgyhogy tényleg ez is megjósolhatatlan. Talán azt mondom, hogy egyedül a Fradi elleni meccsük tűnik most így elsőre a formák alapján biztos vendégsikernek, aztán ki tudja, hogy mi lesz még egy hónap múlva, több mint egy hónap múlva. Eddig kevésbé foglalkoztunk a konkrét játékosokkal, viszont itt van most náluk ez a Novotny Soma, aki a legutóbb gólt is lőtt. Mit gondolsz róla? Berobbanhat-e akár legalább a Diós Győr állandó kezdőjébe, illetve akár hosszú távon, akár komolyabb csapatok érdeklődési körébe is? Én jó igazolásnak tartottam, mikor megszerezték őt itt a nyár végén. Kicsit az ő pályáját Futács Márkóéhoz tudnám hasonlítani. Ő is így elkallódott egy picit külföldön, aztán hazajött, úgyhogy előtte ugye nem volt NB1-es meccse, és szépen felépítette magát Miskolcon, aztán ugye az más kérdés, hogy utána megint elrontotta azzal, hogy Törökországba igazolt. Ugye Novotny pedig nagyon fiatalon került ki Olaszországba, úgyhogy még NB2-es rutinje se igen volt, ha jól emlékszem. Aztán ott, amilyen szépen indult ugye Nápolyban, egyre jobban lezüllött, és legutóbb már az olasz harmadosztályban játszott, ahol csak ilyen egy-két gólra volt képes fél szezon alatt, ami azért lássuk be, hogy nagyon gyér teljesítmény. De még ő fiatal, úgyhogy nagyon jól döntött szerintem, hogy ideigazolt most az NB1-be, és valóban felépítheti magát úgy, mint az említett Futács. Aztán, hogy utána merre veti őt a sors, az már csak ő rajta múlik. Kérdés, hogy hogy dönt majd. Ahogy az is majd az Újpesten múlik, hogy azt a nagy visszaesést, amit produkált a virtuális ranglistánkon, azt hogyan próbálja meg majd kompenzálni, ugyanis ő három helyet is rontott korábbi helyezéséhez képest. Őket a dobogóra vártuk négy találkozóval ezelőtt, most viszont csak a hatodik helyre tettük, a felsőházi csapatok legalsó fokára. Mi lehet ennek a visszaesésnek az oka, és szerinted zuhannak-e majd tovább, vagy azért ez a hatodik hely, illetve a felsőház azért meg lesz nekik az év végére? Ugye nem csak a mi táblázatunkon zuhantak nagyot, hanem a valódi táblázaton is. Hiszen ők is amilyen jól kezdték az évet, ugye három forduló után volt két győzelmük és egy döntetlenjük. Most az azóta eltelt hat meccsből egyet sem nyertek meg. Ráadásul az utolsó három meccsüket mindegyiket elvesztették. Közte azért olyan demoralizáló vereségeket szenvedtek, mint a Diózsér elleni utolsó perces fordítás, illetve hát a derbi, amit szintén az utolsó pillanatokban buktak el, aztán most ugye... Ráadásul jól játszottak a derbin szerintem. Tehát Hát, egy olyan 60 percig jól igen, játszottak. utána az utolsó 30 percben nagyon nagy nyomást gyakorolt rájuk a Fradi, és akkor picit visszább is álltak, de összességében dicsérhető volt az Újpest, aztán a vége meg úgy alakult, ahogy alakult, és ahogy mondtad is, azért ez így demoralizáló volt ez a két meccs egymás után, úgyhogy már várható volt az, ami történt a Abszolút kilencedik nem lepett meg, fordulóban. abszolút nem lepett meg, hogy simán kikaptak Fehérváron, ez ezek után várható is volt. És ez egyébként általában így szokott lenni, hogy amelyik csapat a derbit elveszíti, pláne ha ilyen körülmények között, az utána egy-két hétig még nem nagyon tér magához. De hát ahogy ugye említettem, hogy ez most 6 meccs óta nyeretlen az Újpest, és hát nézve a sorsolásukat, ez a 6 meccs ez még sokkal többre is duzzadhat. Nincsenek egyszerű helyzetben. MTK otthon, DVSC idegenben, Paks idegenben és Vasas otthon, ez a következő négy találkozójuk. Hát, 3-4 pont maximum. Hát még lehet, hogy az is sok lenne. Én azt mondom, hogy most az MTK-nál talán egy döntetlenre jók lehetnek, aztán kinéz nekik két vereség, de talán a Vasast otthon meg tudja majd Hát én nyerni. el tudom képzelni, hogy mondjuk Paksról pontot vagy pontokat hozzanak, és hát a Vasas lesz egyedül, ami fix győzelemként behúzandó számukra.
nehéz, és nem a sorsolásuk különösen nehéz, hanem a helyzetük, amiben saját magukat vitték bele. Nagyon kérdéses az számomra, hogy képesek lesznek a végén felsőházban lenni, bár szerintem azért ebből a mély repülésből lesz számukra kiút, csak kérdés, hogy mikor indulnak majd meg fölfelé. Annyira kiegyenlített itt a középmezőny, hogy tényleg itt egy 3-4 meccses jó szériával 5-6 helyeket lehet előrébb lépni, mint ahogy visszaesni is. Erre látjuk ugye most pont az Újpest példáját. Úgyhogy csak ugyanazt tudjuk mondani, mint a többi csapatnál, megjósolhatatlan, hogy nem hogy a bajnokság végén, hanem 4 forduló múlva éppen hol fognak állni. És hogyha már jött egy ilyen negatív hátrasorolás az Újpestnél, akkor viszont jött egy plusz egyes előresorolás a Haladásnál, akiket most nem hatodiknak, hanem ötödiknek gondolunk majd év végére, ami viszont abból a szempontból lehet különös, hogy 4 héttel ezelőtt is a Haladás volt a második, és jelen pillanatban is a Haladás a második, 4 győzelemmel, 4 döntetlen, és csupán 1 vereséggel. Ilyet csak a Ferencváros tud felmutatniuk, ugye nem kaptak ki egyszer sem. Mi lehet mégis az oka, hogy nem várjuk őket még dobogóra sem, még mindig, bár ugye nő a nimbuszuk a szemünkben a helyezést illetően, de még mindig nem gondoljuk azt, hogy kitart a formájuk. Hát maradjunk annyiba, hogy ha nem Király Gábor lenne a Haladás kapus, akkor ez a Haladás körülbelül a 9.-10. hely környékén állna. Hiszen ha ránézzünk a lőtt és kapott gólok számára, ugye 7 lőtt góllal állnak a második helyen. Ez ugyanannyi, mint Borzasztóan amennyit a kevés. Vasas lőtt, csak Igen, egy kis és összehasonlításként. csak a Békés Csaba rúgott náluk kevesebbet, egyel. De ha a kapott gólokat nézzük, ugye az 5 kapott gól pedig a Fradi után a második legjobb. Tehát nagyon ilyen 0-0 közeli meccseket játszanak szinte mindig, vagy éppen 1-0-ra be tudják húzni a találkozókat. Tehát itt is azt tudom elmondani, mint a Vasas esetében, hogy kellenek azok a gólok, és ha az egy gól megvan, akkor általában bele is húzzák a meccseket. De ha nem jön az az egy gól, akkor pedig ugye a 0-0-t mindig meg tudják szerezni, köszönhetően többnyire Király Gábornak, aki szinte minden meccsen parádés védésekkel tartja életben a csapata reményeit. Hát eddig a 9 találkozójukból 2-0-0-val végződött, 4 pedig 1-0-ás sikerrel valamelyik oldal számára. Volt egy 2-0-ás vereségük a Fradi ellen, és mindössze egy olyan találkozójuk volt, ahol az egész mérkőzésen összesen 2-nél több gól született, az pedig az MTK elleni hazai 2-2 alkalmával. Tehát ahogy mondtad is, nagyon ez a döntetlen határán álló dolog ez, de eddig ők jöttek ki belőle jól, és ahogy mondod is, Király Gábor szerepe óriási ebben, még akkor is, hogyha mondjuk nem ő lövi be elől a gólt, azt, amivel képesek nyerni, de hát akkor a löketet mentális erőt ad, és hát nagyon sok múlik azon egy mérkőzésen, hogy a csapat mikor kap gólt. És hogyha sokáig kibírják kapott gól nélkül, akkor az azért erőt ad nekik, és akkor már egyre inkább beindulhat a támadási gépezet, ami viszont a Haladásnál azért továbbra is döcögős, de jelenleg tartják még a második helyet. Nekem ez a Haladás egyébként emlékeztet a tavalyi Újpestre, amelyik így a szezon elején produkált. Most direkt megnéztem, az Újpest az előző szezonban így 9 forduló után szinte ugyanúgy állt, mint a Haladás. 3 győzelem, 5 döntetlen, 1 vereség, 6 rugott gól és 5 kapott. Tehát ugyanez jellemezte őket is, hogy És a végén mindig... hanyadikok lettek, ugye bár? Hát 6. helyen végeztek, Így tehát... van, tehát, és akkor itt van a válaszomra a saját magunk által megválaszolt kérdés is, hogy ezért várjuk őket az 5. helyre. Kipukkad azért ez egy idő után. Kérdés, hogy mikor, mert hogy most a Vasast fogadják, az valószínűleg egy hazai győzelem lesz, viszont utána utaznak Diósgyőrbe, majd a Ferencváros ellen, és otthon fogadják a Videotont, tehát szerintem egy 4 pont számukra is az, ami reális cél lehet, a többi az már csak ilyen ajándék. Nem tudom, te is így látod-e? Ha igen, akkor mehetünk tovább. Így látom, én is mehetünk. És akkor jöjjön el a felsőházi csapatok utolsó helyezettje, vagyis hát a negyedik helyezett, ugye visszafelé menő sorrendünkben. A negyedik helyzet pedig nem más, mint az az MTK, aki legutóbb is a negyedik helyen végzett listánkon.
Az az MTK, amely jelenleg a harmadik, 4 győzelemmel, 2 döntetlennel, és hogyha már beszéltünk az előbb a lőtt és a kapott gólokról, akkor 11 rugott és 7 bekapott gólnál járnak, 14 ponttal, pont a Debrecennel pont azonosságban. Viszont nehéz sorozatban vannak, ugye Zsinórba 6 idegenbeli meccs vár rájuk, amiből már 3-at letudtak, de még 3 hátra van, és hát nem tűnik könnyűnek ez a 3, bár ugye az Békés Csaba ellen ők is játszanak, az amin várható, hogy győznek, de mennek Újpestre és Felcsútra, úgyhogy látva mostani formájukat, és az ő esetükben is most fennáll ez a gólszerzési hiány, ez a gólinség, nem nagyon rugdossák a gólokat az elmúlt meccseiken, úgyhogy itt is csak azt lehet mondani, hogy a döntetlen az úgy mindig megvan, és attól függ, hogy 3 pont vagy 0 lesz-e, hogy lőnek, illetve kapnak-e gólt. Igen, ilyen szempontból pedig ugye te hasonlítottad a haladást az Újpesthez, én pedig a mi 2013-as szezonunkhoz hasonlítanám őket, ahol mi is, amikor játszottunk, szinte biztos volt a döntetlen, aztán vagy rúgtunk elől 1-2 gólt, vagy nem, de az 1 pontot azért hoztuk, és ugye a végére veretlenül meg is nyertük az évet. Na most Nem 2013-ban volt. 2012. Igen. Igen. De azért ott szerintem nem, tehát nem hasonlított ez az MTK-hoz, ott azért magabiztosan nyeregettük a meccseket, főleg ott az elején. Igaz, hogy volt közben egy kis hullámvölgy, de hát az ugye mikor nincs, de Igen, szerintem de nem ilyen volt ott hasonlóan. jelleggel, hogy azért voltak magabiztos meccsek, meg voltak olyanok, amik kevésbé voltak magabiztosak, de ott is azért a döntetlenben lehetett bízni. És azért jó, mondjuk már 3-szor kikapott az MTK, tehát ilyen szempontból nem feltétlenül állja a helyét ez a hasonlat, de nekem valahogy mégis azt juttatja eszembe. Egyébként ez, hogy volt egy nagyon komoly edzőváltás, és nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő után Garaminak a helyét átvette. László Csaba. László Csaba, köszönöm. Hogy a Garami mester helyét átvette László Csaba, ez mennyire okolható, vagy egyáltalán azért, hogy mondjuk nem előrébb áll az MTK, vagy egyszerűen nem is vártuk volna tőlük azt, hogy előrébb szerepeljenek így a harmadik pozíciónál? Tehát ez nekik olyan reális hely? Hát nagyjából reális, igen, az elmúlt években általában itt körül végeztek mindig. Szerintem ez az edzőváltás különösebben nem befolyásolja az ő helyezésüket, talán még inkább pozitív irányban mozdíthatja el a társaságot. Azért László Csaba nem egy rossz edző, maradjunk ennyiben. És akkor mondtad ezt a 6 idegenbeli mérkőzést, amiben már 3-at letudtak. Ugye Újpest, Békés Csaba Akadémia, és akkor majd a Honvédot már otthon fogadják. Amellett, hogy ez most egy kicsit negatívabb szériájuk, mármint azt tekintve, hogy folyamatosan idegenbe utaznak, a 23. fordulótól lesz egy hasonló szériájuk csak a másik oldalra, bocsánat, a 22. fordulótól, majd februártól, amikor majd 6 mérkőzés zsinórban otthon játszhatnak, tehát valamilyen szempontból így a sorsolás ezt azért visszaadta nekik. Viszont visszatérve a jelenlegi 4 meccsükre, hány ponttal számolsz? Újpesten szerintem egy döntetlen közeli eredmény várható, Békés Csabát kötelező lenne megverniük, a Felcsút ellen megint azt mondom, hogy döntetlen, és a Honvéd ellen is megint azt mondom, hogy döntetlen, bár ott talán nyerhetnek, úgyhogy 6-8 pont. hát igen, ilyen 4-5-6-7-8 körül. Ja, az 1, 2, 3, 4, és eljutunk 12-ig a végére. De tényleg itt minden csapatnál Sőt, nulla elmondhatjuk is. ezt. Minden csapatnál ugyanazt tudjuk Abszolút. elmondani, hogy nem tudjuk, Igen, hogy mi lesz, igen. bármi lehet. Hazai Ezért döntetlen gyertek, vendég. játszatok a tippversenyben, mert aztán meglátjuk, hogy ki nyert. Tehát annyira kiszámíthatatlan ez az egész. Minden hétvégén van 2, maximum 3 olyan meccs, amire azért azt lehet mondani, hogy na igen, ez azért fix. Nagy dolog lenne, hogyha nem így Abból történne. egyik a Fradi meccs, a másik a Békés És Csabáé. pontosan, ráadásul most volt ugye ez a Ferencváros Békés Csaba találkozó, hát az 52 tippelőnk közül azt hiszem 3-an voltak, akik döntetlent, és egy valaki volt, aki Békés Csabai győzelmet tippelt, tehát ez valami brutális volt, mondjuk ehhez képest csak 1-0-ra nyert a Ferencváros. De hát igen, nagyon nehéz most ez az idény ilyen szempontból, de talán ettől lesz sokkal szebb. És hát attól is sokkal szebb lesz, hogy
a dobogósokat megnézzük, ugyanis képzeletbeli dobogónk harmadik fokára még nem a Debrecen állt fel, hanem a Videoton, amely előző fordulós, vagyis hát előző rangadó fordulós helyezéséhez képest plusz kettővel lépett előre, és így ismét feljött harmadik helyre, és hát amellett, hogy beszéltünk róla ugye, hogy a haladás jelenleg a második, de csak ötödik helyre várjuk, amellett az is durva, hogy a tizedik jelenleg a Videóton, és a harmadik helyre várjuk. Nem tudom, te hogy állsz ehhez a kérdéskörhöz? Ennek az az egyszerű oka van, hogy egyébként a Videoton kerete nagyon erősnek számít, a Fradi után szerintem bőven a második legjobb kerettel rendelkeznek, és amilyen rosszul kezdték ugye az évet, annál már csak jobban lehet szerepelni. Ugye jön majd egy új edző hamarosan, jöttek új játékosok itt az átigazolási időszak végén, és azért itt egy pár hét hónap alatt össze lehet állítani egy olyan ütős keretet, amivel ki lehet fogni egy olyan jó szériát, és ugye a többi csapat körbeverései miatt 3-4 hét alatt a tizedik helyről simán fel lehet jönni a dobogóra, ezért várjuk a Videotont a harmadik helyre, mert azt gondolom, hogy ők az év során egyre csak jobbak lesznek, és egyre jobban fognak játszani, és jönni fognak az eredmények. Sőt, hogyha megnézzük a következő négy találkozójukat, én most kapásból azt mondom, hogy 9 pontot összegyűjtenek, utaznak Békés Csabára, fogadják a Puskás Akadémiát, aztán a Honvédot, és végül idegenben a Haladáshoz utaznak. Hát igen, 9-10, de akár 12 pont is összejöhet. Hát a 12 szerintem túlzás, tehát azért most is a Paks ellen is azért benyalták azt a bizonyos fagyit, és kikaptak 2-0-ra, de aztán javítottak is az Újpestet, meg elkalapálták. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. 6 pont a minimum, tehát szerintem az alatt nem lesznek, de a 9 pont talán a reális célkitűzés számukra. És már az a 9 pont is, most hogyha visszagondoltak arra, hogy az eddigi csapatoknak általában ilyen 4, 5, esetleg 6 pontot tippeltünk a várt eredménynek, hogyha ez így összejön, akkor azzal a Fehérvár bizony nagyon közel lesz a dobogóhoz, ha csak már nem ott lesz a dobogón. És akkor szerintem ne is szaporítsuk a szót, hiszen végül is csak a DVSC a második helyzet is, csak mi jövünk, és hát magunkkal talán egy picit többet is foglalkozhatunk így. 9 mérkőzés után 4 győzelemmel, 2 döntetlennel és 3 vereséggel állunk. Ugyanannyi rugott, mint kapott góllal, ami 11-11, 14 ponttal pontozonosságban az MTK-val egyezően, tehát ilyen harmadik, negyedik pozíciók között mozgunk mi. Ami azért annak ellenére, hogy milyen sokszor suta és rossz játékot produkálunk szerintem, ahhoz képest még egész jó eredmény, sőt, ahhoz képest az is elég szép, hogy azt mondjuk, hogy az ezüstérem még összejöhet, és milyen érdekes a magyar foci ilyen játékkal még összejöhet az ezüstérem. Hát azért elég jó, erős jó indulatunkon múlott az tényleg, hogy a második helyre várjuk a csapatunkat, Meg az, hogy nem illetve volt olyan, aki egyértelműen igen, ezüstérmes ezt akarom mondani, hogy lehessen. egyszerűen nincs olyan csapat, akire most ránézésre azt mondanád, hogy a bajnokság végén is ott lesz majd az élmezőnyben, mert mindenkitől azt várod, hogy vagy kipukkad, vagy majd jó lesz, meg össze-vissza most éppen jó, éppen nem jó, Most erre a és kipukkadra csak annyit ott eszem, hogy ez az egész magyar foci egy óriási lufi, igen. aztán kipukkazgatjuk itt szépen ezeket a lufikat. Bocsánat, folytassuk. Minket is ez jellemez, hogy egyszer jók vagyunk, egyszer rosszak. Most éppen azt az időszakot éljük, mikor nyeregetjük egy gólokkal a meccseket, nem túl jó játékkal, de legalább nyeregetjük. Az előző meccseinkhez képest ez már óriási előrelépés, de hát ugye negatívunként megemlíthetjük azt is, hogy 4 hete, amikor elváltunk közösen a műsorunkba, akkor talán arra számítottunk, hogy legközelebb már sokkal pozitívabbak lehetünk a csapat megítélésével, adott esetben egy edzőváltás miatt, adott esetben új igazolások miatt, aztán ott tartunk, hogy továbbra sem történt semmi, ugyanott tartunk, mint 4 héttel ezelőtt, csak most mondjuk nem kapunk ki 3-0-ra, meg 1-0-ra, hanem mi nyerünk 1-0 gyenge játékkal. És ilyen szempontból lehet, hogy mondjuk 3 hét múlva megint azt fogjuk mondani, hogy semmit nem léptünk előre, miért nem volt edzőváltás, és megint ott leszünk mondjuk a 8-9. Hely környékén. Nem lehet megjósolni.
És azért érdekes ez, mert a szezon kezdetén nagyon szépen termeltük a gólokat, most meg egyszerűen alig tudunk betalálni. Tehát nyögvenyelősen valahogy beteszünk egy labdát, és akkor megvan a meccs, vagy épp nem teszünk be labdát, és nincs meg a meccs, mint ugye a Fehérvár elleni vereség alkalmával, vagy a Ferencváros elleni 3-0 alkalmával. Tehát valami itt történt, és szerintem ez a valami egyértelműen a középpályánknak a legyengülése. Ugye elment Mihalics, közben Tisza megsérült, aztán most csak a kispadon kap lehetőséget, tehát én igazából nem is értem, miért nem lehet őt játszatni már. Elment ugye még a nyár elején Boadla, Szakály, ahogy legutóbb fogalmazott Kondás elemér a hazai MTK elleni mérkőzést követően betegeskedik, azt hiszem ezt a szót használta. És hát nincs szervezője a csapatnak, tehát Varga meg Bódi ketten középen, akik ezt a feladatkört is ellátnák, amellett, ami egyébként a szokásos dolguk. Horváth Zsoltot valamiért mi nagyon szélen erőltetjük, ami már egyértelműen bebizonyosodott, hogy nem az ő felségterülete, sokkal jobban játszott, amikor mondjuk Balogh Norbival ketten voltak elő, vagy Sidibével ketten, ott ilyen kicsit visszább von csatárt. Ezzel egyébként ellent kell, hogy mondja, mert pont, hogy most az MTK és a Vasas ellen Horváth Zsolt középen játszott a 4-4-2-es rendszerben, tehát nem lehet azt mondani, hogy ki volt ő kényszerítve nagyon a szélre, éppen ellenkezőleg, sőt még ugye az MTK-n is gyakorlatilag ő játszott középcsatát, miután beállt Balogh Norbi, mert Sidibe meg Balogh voltak a szélen, és Horváth volt középen, tehát Én igazából arra a szakaszra gondoltam, ami előtt még beállt volna nagyon ez a átadjuk a teret dolog. Tehát az MTK ellen is szélen kezdett, aztán utána, hogy gólt szereztünk, utána visszabeállt mindenki, és akkor ő maradt elől ott Sidibével. Nem vagyok biztos abban, hogy ő még mindig, hogy ő akár jó, akár rossz igazolás volt, még nem igazolta azt, hogy ő jó lett volna, de jelenlegi keretünkben sajnos azt kell mondani, hogy talán belefér, de hát Bódin meg Vargán, meg a most említett Horváth Zsolton kívül még egy Jovanovics van ott, aki eredeti posztja szintén a jobb hátvéd, tehát ő igazából szélen inkább védekezni tud, mint támadni, vagy beadásokkal próbálkozhat. Aztán ott van a másik oldalon még az a Ferenci Janika, aki folyamatosan most megkapja a lehetőséget, aztán félig meddig azért próbálkozik teljesít, tehát hasonlóan Horváth Zsolthoz jelenleg belefér a keretünkbe, de hát hosszú távon nem megoldás sem ő, sem a doktor úr, és nem tudom, valakit kihagytam még a középpályáról? nem hagyták, Erzsidait nem említettük, Hát hanem igen, de hát ő is Tamásnak. védekező jellegű, tehát megfogyatkoztak a góljaink, ami egyértelműen annak köszönhető, hogy nincsen épkézláb irányítónk, és ez szerintem óriási baj, és ezzel nem fogjuk kihúzni a második helyet, hiába tettük most be másodiknak magunkat, és hiába reménykedünk, legalább egy Tisza kell oda, legalább valamilyen igazolás kell oda, mert ez így, én azt gondolom, hogy kevés lesz. Nem tudom, te mit gondolsz a középpályánkról? Annyiban ellentmondok neked, hogy szerintem ez a Horváth Zsolt még ebben a jelenlegi gyengébb blokkiba sem fér be szerintem, mert nagyon csúnyán kilóg a sorból, negatív irányba. Borzasztó volt, amit most a Vasas ellen művelt, ugye ezt kevesen látták, csak akik a helyszínen voltak. Tehát egy jó passzára nem emlékszem a 45 perc alatt, pedig ugye ő volt ott elől megint, Sidibével, de egyszerűen, mintha taszítaná a labdát, ahogy hozzá kerül a labda, mindig elpattog tőle, nem tudja rendesen átvenni, a passzai rendre ellenfélhez mennek, vagy pontatlan, tehát egyszerűen tisztára idegen ő ebbe a csapatba, nem igazán találja a helyét, nem is tudom igazán, hogy hol lenne ő jó, most már ugye megpróbáltuk őt a szélen, megpróbáltuk őt elől is, egyik helyen sem vált be igazán, tehát ez Akkor, a... hogyha a kettőjük közül választanod kellene, akkor inkább Ferenci? Hát leginkább egyik sem. És ha muszáj lenne választani, igen. Normális körülmények között egyik sem, ha kettejük közül választani kell, akkor egyértelmű, hogy Ferenc, akiben azért még mindig több potenciál van, hiszen sokkal fiatalabb, ugye saját nevelés, sokkal univerzálisabb, és tőle már azért láttunk többször is jó játékot, kimagasló játékot, csak hát ezt keressük, hogy mi történt azzal a Ferencivel, aki mondjuk 2,5-3 évvel ezelőtt berobbant, és akkor úgy volt kezdő, hogy azt tényleg meg is érdemelte, mert hozzá tudott tenni a csapathoz.
de benne is egy óriási törés következett a sok sérülés miatt, sajnos. Még így gondolkoztam közben, szerintem még talán Szécsi az, aki oda középpályára oda férhet, hogyha egy picit visszább vonva játszik, de hát ő sem Ő sem mutatott megoldás. még olyan sok mindent, hogy azt mondjuk, hogy nem fogunk félni, hogyha őt meglátjuk a kezdőcsapatban. Az biztos, hogy ilyen szempontból Kondási Lemér dolga nagyon nehéz, és az megint csak jó kérdés, én ilyen szempontból azért menteném őt, hogy azért az, hogy milyen játékosokkal rendelkezik, az nem az ő felelőssége, úgymond, hanem az már inkább a klub vezetése, hogy milyen játékosokat ad a kezébe. Az persze megint más kérdés, hogy az aktuális játékosaival, akik egészségesek, azokkal mit tud kihozni, és azokból milyen játékot tud játszatni. De hát az elmúlt két mérkőzésen nyertünk, ami azért ilyen szempontból őt igazolja, és hát erősíti a pozíciójában, az, hogy sajnos-e ez a tény, vagy nem, azt mindenki eldönti maga. Viszont én még egy játékosra felhívnám a figyelmet, hogyha eddig a negatívakról beszéltünk, akkor legyen egy kis pozitívum. Szerintem rendkívül jó az, hogy Radosevic bejátszotta magát a kezdőnkbe, és az, hogy nagyon jó teljesítményt is nyújt. Igen, most a kapusposzton nincsenek gondjaink, azt gondolom. Már olyan szempontból, hogy Radosevic megbízhatóan teljesít, de hogyha ránézünk a névsorra, ugye van még három jónak mondható kapusunk, és mind a három sérült. Ráadásul mind a három súlyosan sérült, tehát ott tartunk, hogyha Radosevic-sel valami baj történik, Slakta. akkor van egy Slakta Balázsunk, akiről hát olyan véleményeket hallani, hogy ha ő beáll a kapunkba, akkor nekünk végünk van, mert nagyon sok gólt fogunk kapni, mert nem egy olyan jó kapus. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg hiába van négy kapusunk, négy nem tesz ki együtt kettőt, ha a képességeket és az egészségi állapotukat tekintjük. Hát igen. Tehát azért itt Egyébként is... még visszatérve arra, amit mondtál, hogy most ugye két győzelem jött a sorban, és hogy ez ugye megerősíti Kondás elemi pozícióját, hát André szavaival tudok élni, nekem nagyon tetszett ez a megfogalmazás, hogy ezek a látszat győzelmek igazából semmire nem jók, hiszen az állapotok, amik kialakultak, azok nem fognak változni, csak tényleg elodázódnak azok a dolgok, amiket sürgősen meg kellene már lépni már hetek, hónapok óta. Hát igen, de úgy néz ki, hogy ha vereséget szenvednénk, ez akkor sem történne meg. Erre utal nagyon sok interjú, meg nagyon sok olyan történés, amiről azért lehet értesülni. Ezért mondtam, hogy az, hogy most sajnos vagy nem sajnos, ezt mindenki eldönti maga, hogy akkor most így örülünk-e, vagy nem örülünk-e. Annak, hogy nyertünk, annak egyébként örülök, akár az MTK-ról beszélünk, akár a Vasasról, mert azért így még mindig él az a fajta remény, hogy akkor a nemzetközi kupát elérjük, de hát nem véletlen az sem, hogy az egyébként Lukasznak kiosztott beharangozót végül te írtad meg, mert hát még az utolsó percekben is jelezte Lukasz, hogy hát ebben a jelenlegi közegben teljesen tanástalan, hogy olyan produktumot adjon ki a kezéből, ami tényleg őszinte és tényleg produktív, és nem csak valami kis írás, hanem tényleg van értelme, mert nagyon sokan úgy érezzük, és nagyon sokan úgy érzik, hogy ez a jelenlegi helyzet, ez csapnivalóan rossz, és egyszerűen nincs kedvünk mérkőzésre menni, nincs mérkőzés lázunk, nincs az, hogy hú, de jó, jön a hétvége, és akkor mehetünk a Lokinak szurkolni, hanem úgy van valami, de úgy olyan, mint hogyha a süteményből hiányozna az a cukor. Igen, jól mondod, ez nem csak Lukasz hangulatát jellemzi, ez most Debrecenben egy ilyen általános szurkolói életkedv. Én is most hiába, hogy nyertünk az MTK ellen, hiába nyertünk a Vasas otthonába, és hiába voltam ott a helyszínen, nem tudtam ennek úgy örülni, mint mondjuk egy olyan időszakban, mikor mondjuk a bajnoki címért küzdünk. Mert egyszerűen tudom azt, hogy hiába nyertünk, ennek hosszú távon igazából semmi jelentősége nincs, mert a jelenlegi állapotokon ezek a győzelmek egyszerűen nem fognak változtatni. Hát ez a szomorú része van ennek a dolognak, viszont térjünk át arra, hogy mire számítunk a következő négy fordulóban. Idegenbe
Paks, ami, ahogy már mondtuk, és kiszámíthatatlan, abszolút, tehát ez bármi lehet. Aztán otthon fogadjuk majd az Újpestet, a Békés Csabát, és végül megyünk a Puskás Akadémia ellen. Hát ezen mérkőzések közül én csak a Békés Csabát merném fixen hazaira húzni, vagyis fixen DVSC győzelemre húzni. A többi meg mind nekem olyan X gyanús, úgyhogy én most ilyen 6 pontot tippelek. Én 8 pontot tippelek, a Békés Csabát én is egyértelműre veszem. Szerintem a Puskás Akadémia és az Újpest meccs közül az egyiket biztos, hogy meg fogjuk nyerni, viszont így ezáltal a másikon döntetlen fog születni, illetve a hétvégi Paks meccsre is én egy döntetlent várok, tehát így jön ki ez a 8. Na hát meglátjuk, hogy hogy alakul. Az biztos, hogyha folytatódik ez a nagyon körbeverős széria a csapatok között, ami jelenleg a középmezőnyben tart, akkor megmaradhat ez a fajta nemzetközi kupa szerepléses helyünk. Nincs nehéz sorsolásunk szerintem, de azért oda kell majd tenni magunkat, hogyha pontokat akarunk szerezni. És hát akkor elérkeztünk az első helyezethez. A dobogós csapatok közül első helyre természetesen a Ferencvárosi TC-t várjuk, az FTC-t, amely 9 győzelemmel és 20 rugott góllal és csak 3 kapott góllal áll. Ez valami hihetetlen, tehát 3 kapott gól. Ez pont ugyanolyan, mint tavaly a Videoton ekkortáji helyezése volt, ugyanígy 9, sőt ők 10 győzelemmel kezdtek, ha jól emlékszem. Ugye mi állítottuk meg őket. Csak ugye annyi a különbség, hogy akkor ott volt mögöttük még az MTK, meg még egy csapat, aki ilyen 4-5 ponttal volt lemaradva, és azért valamilyen szinten minimálisan ugye nyomást tudott rájuk gyakorolni. Hát ezzel szemben most a Fradinak már a 9. fordulóban 11 pontos előnye van, hát gyakorlatilag már most kioszthatnánk a bajnoki címet, semmi, igazából semmi nem veszélyezteti azt, hogy ők idén bajnokok legyenek, talán a legnagyobb ellenfelük saját maguk. Tehát, hogy meddig tart ki a jó formájuk, mikor dőlnek egy kicsit hátra, mikor kényelmesednek el. Ha ez nem következik be, vagy csak nagyon soká, akkor borzasztóan nagy előnyre tehetnek szert már itt a féltáv körülre is. Csak egy drasztikus adat. Az 5. helyezettektől lefelé, tehát az 5. és a 12. helyezett csapatok között, és azokhoz képest a Fradi minimum kétszeres pont különbséget gyűjtött össze, tehát 27 pontjuk van, jelenleg a Honvédnak 13. Tehát ez itt kétszeres, a Békés Csabának 4 pontja, ugye ott több mint 6-szoros különbség van. Tehát 9 forduló alatt kétszer annyi pontot szerezni, mint az 5. helyezett csapat, azért az elég durva, és hát a DVSC-nek is 14, meg az MTK-nak is 14 pontja van, hogyha lehetne valahogy 28 pontja most a Fradinak, akkor már itt is meg lenne ez a dupla előny. Ez már itt, hogyha 5-6 forduló lenne a vége előtt, akkor már egyértelmű lenne. Így, hogy még van mennyi? 24 forduló hátra. Így még nem egyértelmű, de hát már csak saját magukat verhetik meg. Hát ez az, hogy nem tudsz olyan csapatot mondani, amely megszorongathatná őket, mert mindenkire azt mondtuk az elmúlt 11 csapatra, hogy nagyon hektikusak, hol jól játszanak, hol rosszul, hullámzó a teljesítményük, és ilyen szempontból ez a rengeteg körbeverés mind a Fradinak kedvez. Hát alapból, igen, alapból úgy harangoztuk be az ellenünk játszott mérkőzésüket, hogy ki, ha mi nem, aztán pedig jött az Újpest elleni, amit azt mondtuk, hogy hát, hogyha mi nem, akkor már csak az Újpest lehet az, aki megállítja őket, és ennyi, az Újpest is elbukott, mi is elbuktunk, igazából már nincs több védvonal, a törökök bevették Magyarországot teljesen, az Egri várat is lerombolták, az újpesti várat is lerombolták, a Nagyerdei stadion várát is lerombolták, a szó szerint szinte. Igen, és az a durva, hogy ez a 9 meccs, amit megnyertek, ebbe azért komoly rangadók voltak idegenben, hiszen győztek Debrecenbe, ahol az elmúlt évtizedben nem sokba bértermet nekik, győztek Fehérváron, győztek Újpesten, tehát nem azt lehet mondani, hogy mondjuk könnyű volt a sorsolásuk, és a jó csapatokkal otthon játszottak, és csak a gyengékhez utaztak, éppen ellenkezőleg ugye szinte az összes idegenbeli meccsükön nehéz mérkőzés, nehéz csapat ellen játszottak, ez még tovább növeli az ő sikerük értékét.
Azért nézzük meg a következő négy találkozójukat. Nekik is utaznak Felcsútra, aztán fogadják a Honvédot, a Haladást, és mennek Diósgyőrbe. Hogyha muszáj lenne választanod az alábbi négy csapat közül, akkor melyiket választanád ki, akire azt mondod, hogy ők lesznek az elsők, akik pontot csennek a zöldfehérektől? Talán most épp a Felcsútot mondanám a soron következő meccsüket, mégpedig azért, mert most így a Békés Csaba ellen, mint hogyha egy nagyon picit úgy tűnt volna, hogy visszavettek a tempóból, és ez a pici elkényelmesedés most lehet, hogy egy pontvesztésben fog visszaköszönni, de ha ott győzni tudnak, akkor utána nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk a két hazai meccsüket ne nyernék, és akkor ott a 13. fordulóban esetleg a Diósgyőr kaphatja el őket, ami ugye megint azon múlik, hogy addigra a Diósgyőr milyen formát mutat, illetve hogy a Fradi addigra szintén mennyire veszi majd komolyan az adott meccset, de azt is, hogyha megnyerik, utána megint két hazai meccs jön, tehát már ott a 15. fordulónál tartunk, és hogy mindig nem lenne pontvesztésük, ez a durva. Igen, ez a durva, de hát ez a jelenlegi helyzet, a zöldfehérek most azért örülhetnek nagyon, bár tényleg azért az üröm az örömben, hogy milyen áron lett ez számukra 27 pont és 9 győzelem, mert hát a külső körülmény az mindig sokat számít, de nem is erre akarom fogni, amit a játékosok a pályán nyújtanak elsősorban az megsüvegelendő, és hát volt rá annyi keretük, hogy ezeket a játékosokat ne csak összevásárolják, hanem képezzenek belőlük egy Magyarországon ütősnek mondható gárdát, és majd kérdés az, hogy ez nemzetközi szinten is vissza tud-e köszönni, mert hogyha nem tud nemzetközi szinten visszaköszönni, majd hogy nem azt mondom, hogy akkor fölösleges volt ekkora pénzkiadásba verni magát, akár nekik, akár más magyar csapatnak. Gondolok itt mondjuk a Videotorra, aki szintén azért leégett idén nyáron. Hát megmondhatjuk a Feradit is, hogy szépen beáraszták saját magukat a Zejezsnyicsár elleni Hát igen, zakóval. de még akkor nem bajnokként. Tehát majd arra leszek kíváncsi, hogy ha most oké, ezt megnyerik, bajnokok lesznek, akkor a következő nemzetközi selejtező sorozatban mire lesznek képesek. Mert hogyha ugyanarra, amire most, akkor nem tud túl sokat érni ez a fajta előny, amit a magyar bajnokság hetet hét országra szóló viadalában elértek. Ami mellettük szól ilyen szempontból az az, hogy az esetükben szerintem nem áll fent annak a veszélye, hogy szétessen a keret a bajnoki cím után, mint ahogy az mondjuk a Videótont jellemezte a nyáron, vagy hogy a mi esetünkben rendszeresen az volt a helyzet, hogy hiába bajnokok lettünk, oké, hogy mondjuk nem gyengültünk, de nem is erősítettünk. Hát a Fradinál pont ellenkezőleg lesz szerintem, hogyha bajnokok lesznek, olyan eszement költésbe kezdenek a nyáron, meg olyan játékosokat fognak szerződtetni a nemzetközi kupára, amivel lehet reális esélyük. Viszont ami ellenük szól, az ugye a koeficiens pontszám, ami miatt már az első körben sem lesznek kiemeltek, és így már ugye rögtön az elején egy komoly csapatot sorolhat az útjukba a sorsolás. És hogyha még azt ugye sikerrel veszik, még további két kör vár rájuk hasonlóan nehéz csapatok ellen, tehát nem lesz azért könnyű dolguk még így sem. Hát igen, de nem is az eredményre gondolok én elsősorban, hanem mondjuk a mutatott játékra, mert azért az is hozzájárul ahhoz, hogy megítéljük, hogy a csapat mennyire jól szerepelt. Gondolok én itt például a mi nemzetközi kupás szereplésünkre, ahol kellett, ott továbbítottunk, ahol kellett, szép játékot jutottunk be, de nem jutottunk tovább, ahol a papírforma ezt nem tette lehetővé. És így szerintem bármely magyar csapatnak ki lehet esni, így a Fradinak is ki lehet majd esni jövőre. De hát ez még hosszú, és hosszú idő fog eltelni odáig, és hát azért titkon szerintem bízunk abban, hogy elkezd botladozni ez a kis csapat is. Mármint nem annyira kis csapat, de hogy elkezdenek botladozni, viszont nem ez a reális, tehát itt, ami a kérdéses, az tényleg a második és a 11. helyezettek közötti különbségek lesznek majd, és hát így lesz ez a következő négy fordulóban is. Van-e még, amit mindenképpen megosztanál a hallgatóinkkal? Hát amit már ugye említettünk is, hogy a mi következő négy meccsünkből ugye csak a Felcsúti lesz televíziós mérkőzés. Most háromszor ugye játszunk úgy, hogy nem látjuk a csapatot, kivéve hogyha kimegyünk a stadionba. Ugye most megyünk Paksra, az nem tévés meccs, sajnos ugye mi sem leszünk ott, tehát nem tudunk semmilyen formában beszámolni a meccsről.
Aztán jön az Újpest, ami még azt mondom, hogy az sem kizárt, hogy zárkapus lesz. Ugye most felkapta nagyon a média így ezt a magyar válogatott büntetés, hogy akkor most, hogyha a Vasas Debrecen meccsen a vendégtábor cigányzott, akkor tessék példást statuálni az MLS-nek, és akkor legyen ez is zárkapus. Hogy el tudom képzelni, hogy most ilyen durva büntetést kapunk, tehát akkor megint nem látjuk a csapatunkat. Aztán ugye fogadjuk a Békés Csabát szintén itthon, az már ugye minden esetre is nem lesz zárkapus, tehát oda ki lehet menni, de ugye az se tévés meccs, és aztán majd a felcsúti bajnokinkat adja a tévé. Igen, és hát akkor ezzel zárnám is a jelenlegi rangadó podcast adásunkat. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, kíváncsi vagyunk a ti véleményetekre is, úgyhogy hozzászólásban nyugodtan írjátok meg gondolataitokat a podcasthez, akár egy YouTube videón, akár a Loki blogos népsportos felületen, és hát kíváncsiak vagyunk arra is, hogy mit tippeltek a találkozók végkimenetelére, szerintetek ki fog győzedelmeskedni, vagy esetleg döntetlen lesz a találkozó. Tippeljétek meg, és akkor így részt vesztek a végső fődíjért futó játékunkban is, és aki legalább 12 fordulón keresztül tippel, az még szintén részt vesz egy sorsoláson, ahol egy kis ajándéktárgyat nyerhet majd. De hát erről olvashattok, és olvashatok is minket, amikor csak tehetitek a Facebookon, illetve a Loki blogos népsportos oldalunkon. Köszönjük a kitartó türelmeteket felénk, és köszönjük azt, hogy sokszor tényleg pozitív jellegű visszacsatolások érkeznek a tevékenységünkkel kapcsolatban. Hajrá, Loki! Én ezennel búcsúzom. Én Csibu voltam, és itt volt velünk Juve fan, valamint szerintem lélekben azért Lukasz is. Sziasztok! Mindörökké hajrá, Debrecen!